Széles balatoni panoráma látható az Óvár kilátóhelyről, mely a Szigligeti félszigeten egy mintegy 200 méter magas kúp alakú tanúhegyen található. Az Óvárat feltehetőleg a 13. század első negyedében kezdték el építeni, és mivel nem készült el teljes egészében, az állagmegóvás során magassági ráfalazás nélkül a vár falainak letisztításával és fugázással tették időtállóvá. A Nemzeti Kulturális Alap, Szigliget község önkormányzata, illetve a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRT együttműködésével a Bakonyerdő 21 millió forintot költött az Óvár állag megóvására, a terület rendbetételére, pihenőpadok, asztalok, tűzrakóhelyek kialakítására és a faszerkezetű kilátótorony építésére. Bakonyszűcs település Veszprém megye egyik legszebb részén fekszik, széles dombháton terül el, ott, ahol az északi Bakony bércei belesimulni kezdenek a szelíd kisalföldi tájba. A turisták megismerhetik a Bakonyt és Bakonyszűcs történelmét lovaskocsi vagy jeeptúra keretében, vagy éppen a Bakonyszűcs kilátóból tárulhat szemük elé a természeti értékekben gazdag táj. Ugott község környékén többek között padokat, asztalokat, erdei bútorgarnitúrákat helyeztek ki, pihenőhelyeket hoztak létre és újítottak fel uniós projekt keretein belül. A 2014. október 6-án átadott Hubert Laki turistaház egykoron Eszterházi gróf erdőbirtokos emeletes vadászkastélya volt. Erdészeti úton Huszárok kelőpusztát elhagyva is elérhetjük a turistaházat, vagy a Hubert Laki tanösvény egyik állomáspontjaként is felkereshetjük, és megismerkedhetünk a hajdani vadászkastély múltjával. Az épületek környezetében megújult pad asztal garnitúrák várják az odaérkezőket. Nem messze található a mesterségesen létrehozott, bakonyi gyilkostóként is emlegetett Hubert Laki tó, melynek víztükrét a kiálló facsonkok szakítják meg, így nyújtva különleges látványt a látogatóknak. Az ugodi Hubert Laki kulcsos ház a Bakony erdeinek egyik hangulatos zugában, egy ligetes völgyben helyezkedik el, alig néhány száz méterre a romantikus Hubert Laki tótól. Az ugott turistaház két épület részből áll. Az egyikben lévő tágas étkező és konyha kitűnő lehetőséget nyújt a másik épületben megszálló vándoroknak a főzőcskézéshez, falatozáshoz. A szállóépületben négy, igényesen felújított szoba található, összesen 18 férőhelyjel. Sportolásra, túrázásra alkalmasak a Bakony lejtői, vadregényes tájai, titokzatos erdői, melyeket a Csebánya hídon keresztül is megközelíthetünk. A Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT is részt vesz az Országos Kék Túra projektben. A társaság kezelésében lévő területeken végzi az útvonal karbantartását, hozzá pihenő helyek létrehozását és felújítását. Újonnan létrehozott, valamint felújított pihenő helyeket találunk számtalan helyszínen. Csebányán esőbe álló, valamint fedetlen pihenőhely szolgálja ki a turisták igényeit. Fehérvárcsurgón szintén esőbe álló és fedetlen pihenőhely készült a projekt keretében. A Várgesztesi tó kedvelt állomás a turisták körében. Környékén fedett és fedetlen pihenőhely létesült. Felette található a Zsigmond kő tetejének sziklás pereme. A kilátópontról csodálatos panoráma nyílik a völgyben fekvő Várgesztesre és a környező hegyekre. A Várgesztesi vár alatt a Várgesztesi parkerdőben található az új autós pihenő. A Várgesztesi kiránduló erdő is új és megújult épületekkel és pihenőhelyekkel várja a kirándulókat.
Az országos kékkör mentén található források mindig kedvelt kirándulási célpontok voltak. A Vértesben található Szarvaskúti pihenőhelyen korábban is állt egy védőház, a jelenlegivel hasonlóan a tetőtérben alvási lehetőség volt biztosított, ez is megújult a projekt keretében. A Mátyáskúti pihenőhely igen kedvelt a turisták körében. Korábbi neve Szárikút volt. Az eredeti forrásfoglalást a Tatabányai Cement Természetjáró Egyesület készítette el. Mátyáskúton is fedett, valamint fedetlen pihenővel találkozhatnak a forrás környékén. A közelben lévő Szép Ilonka forrás neve hallatán felidéződhet bennünk Vörös Marti Mihály híres költeménye. A forrás közelében 1982-ig erdészház is állt. Már a forrás megújult, fedett és fedetlen pihenőhelyek szolgálják a gyalogos vagy épp kerékpárral érkező látogatók kényelmét. Vitányvár keletkezésének idejét nem ismerjük. Feltehetően az itt birtokos Csák nemzetség egyik tagja építhette a tatárjárás után. A törökök ostromolták, később a császáriak a várat felrobbantották. E történelmi környezetben található a vitányvári pihenőhely. Hajdan a Csák nemzetség birtoka volt a Csáki vár, ahol ma szintén pihenőhely fogadja a kirándulókat. A régészeti feltárások és helyreállítások a Csókakői Várbarátok Társasága támogatásával valósulnak meg, és itt várja az arra járókat a felújított várvölgyi pihenőhely. Gánt és Kápolna puszta között található a 12 méter mély, több mint 100 méter hosszú Gánti barlang, mely a Vértes egyik leghosszabb barlangja. Látogatása engedélyhez kötött, bejárásához barlangászati jártasságra és felszerelésre van szükség. Ha viszont nem barlangászni érkezünk ide, környékén a fedetlen pihenőhelynél gyönyörködhetünk a tájban. A palotai bakony egyik legbővízűbb forrása mellett található a bakonynánai Vadalmás forrás pihenőhely. Padok és asztalok találhatók itt, kiváló hely ez egy erdei piknikre. Az út során az olasz falu környéki fedett pihenőhely és fedetlen pihenőhely is nyújthat menedéket, vagy lehet festői szépségű állomás a túrázóknak. A vadalmási kis vadászház táján számos fejlesztés ment végbe. Pihenőhelyeket, hidakat, kerékpártárolókat alakítottak ki, újítottak fel, és sor került a ház rekonstrukciójára is. A Bakony röglépcsőjén települt Isztimér község mellett a Csiklingvár szomszédságában ered a Klára kút. A kútnál, a Siska forrásnál, a Vadalmás forrásnál és a Római fürdőnél is táblák jelzik az útvonalat az országos kék túrán gyalogosan, illetve az országos kék kerékpár túrán kerékpárral túrázók számára. A Klára kút és az úttörő forrás remek pihenési lehetőséget nyújt a források közelében kihelyezett kerékpártárolókkal, padokkal. A források mellett emlékplakett is található. Tésről Jászd irányába haladva a turista út érinti a Siska forrás nevű patakot, ahol pedig négy erdei bútorgarnitúrát találnak az ide látogatók. A Római fürdőnél a pihenést két fedett esőbe álló, illetve számos erdei garnitúra és tűzrakó teszi még kellemesebbé közvetlenül a patakmeder mellett. A felsőpere, alsópere, Bakonynán a háromszögben olasz falunál található Csengőhegy közel 4 km hosszú. A Csengő tetőn található 6 méteres járószintű kilátóról tiszta időben a Balaton is látható, de csodás táj tárul elénk minden irányba. A kilátó kerékpárral is megközelíthető, padok és asztalok teszik lehetővé a túrázók megpihenését.
közkedvelt túraútvonal az Iszka-Szentgyörgyi piramida kilátó is, melynek majd 6 méter magas járószintjéről remek kilátást árul elénk. Így az utazásban nem maradunk le a természet szépségeiről sem. A kilátó mellett elhelyezett padok, asztalok kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. A kilátótól könnyen elérhető a kőpiramis emlékmű, ahol újabb erdei bútorok és egy esőbeálló is várja a pihenni vágyókat. Olaszfalutól néhány kilométerre található alsó pere. Sok oldalúságának köszönhetően tökéletes rendezvényhelyszín a kápolnával és a színpaddal. A vadász és turista vendégek elszállásolására a parkszálló nyújt lehetőséget. A parkszálló mellett található az angol kert jellegű Nádasdi Arborétum. Itt kapott helyet a Magyarság keresztje, illetve a Példaképek emlékparkja is. Az időszakos vízfolyású patak által táplált tó mellett található a számos bútorgarnitúrából és 4 esőbeállóból álló pihenőhely. Uniós beruházás keretében valósult meg a hűsvízű Bodajk patak medervédelme is. A part mentén nagy sétákat tehetnek a kirándulók. A térség erdészeti és vadászati értékeit múltját bemutató kiállítás élményével is gazdagodhatnak, a természet közepén, Fehérvár csurgó közelében, a gyönyörű erdei környezetben található új Bársony István emlékházban. A Kelet-Bakonyban felújították az országos kéktúra útvonal erdőgazdasági területen futó szakaszát, valamint 2014 májusában Fehérvár csurgó közelében felavatták a gyönyörű erdei környezetben található új turisztikai attrakciókat és a Bársony István emlékházat. Kiemelt beruházási elem az ökoturisztikai centrum kialakítása, amely a környék erdő és vadgazdálkodásának múltját és jelenét mutatja be. Az emlékháza Vadex ZRT Szent Istvánról elnevezett vadaskertjének kapujában kapott helyet, s a helyszín választása nem véletlen, ugyanis itt hozta létre a gróf Károly család az ország egyik első vadaskertjét, amelynek ispánja volt Bársony János, a természetírás legnagyobb alakjának, Bársony Istvánnak édesapja. Szintén a jelenlegi beruházással épült meg egy, a Gaja patakon átívelő kerekesszékkel és babakocsival is egyaránt járható fahíd. A program részeként a közkedvelt Albarégia forrás környékének teljes felújítására és a patakpart védelmére és stabilizálására is sor került. A Gajavölgyi Tájcentrum Fejér megye egyik legszebb, leglátogatottabb kiránduló helye. Csodálatos hely a Gajaszurdok a patak fölé tornyosuló szikláival, mély szakadékaival, változatos erdőivel. A szurdok hűs nyugalma, a völgyperemekről elénktáruló panoráma felejthetetlen helyé teszi minden kiránduló számára a Tájcentrumot. Az összesen mindegy 100 millió forint értékű beruházás keretében a vállalat erdei pihenőhelyeket újított fel, 120 fő befogadására alkalmas fedett esőbeállót épített, új padgarnitúrákat telepített. Megújult a Fehérvár csurgó közelében lévő forrás és környéke is, az itt megpihenők örömére.